Jesus. Jézusnak a nevét. He died and rose again for us. Aki meghalt és feltámadt értünk. Sent his Holy Spirit to walk beside us. És küldte nekünk az ő Szent Szellemét, hogy vele járjunk. Uram, kérünk, hogy tölts meg minket. To lead us. És azért, hogy megtöltse minket és vezessen minket. We thank you, Lord. És köszönjük neked. We worship you. Imádunk téged. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. As Mike said at the beginning of the service, our pastor Phil is in Austria with the Vita staff. Jó, amint ezt már Mike az alkalom elején említette, Phil pásztor és a Vita-i munkatársak Ausztriában vannak. He'll be back Sunday. És vasárnapra már visszatérnek. Just a few announcements before we get into some sharing. És mielőtt még így megosztanék veletek személyesen, nézzük a bejelenteni valókat. Your tax declarations of 1% can still be handed in, even if it's a bit late. Még akkor is, hogyha ehhez már egy kicsit késő van, még mindig benyújthatjátok az adótoknak az 1%-át. You can send them as an email. És ezt elküldhetitek nekik e-mailben. Mail or fax, or you can hand it in personally. Tehát vagy postai úton, vagy faxon, vagy pedig személyesen is átjutatjátok. And if you need some help with this, you can ask at the info pult. És hogyha szükségetek van segítségre mindehhez, akkor az információs pultnál segítenek. Not this Saturday, but the next June 1st is a great program in the sport arena, ez az a nap. Jövő szombaton, június 1-én lesz egy nagyszerű program a Budapest, vagy illetve a Papp László sport arénában, ez az a nap. A lot of great groups. Nagyon jó csapatok jönnek. And you can get more information at ezazanap.hu. És az ezazanap.hu oldalon ott még több információt találtok. Our media team is looking for more people to serve. A média csapatunk segítőket keres, olyanokat, akik szolgálnának. These are the guys who do the live video broadcast. Ők csinálják, mint ahogy most is, ugye az élő közvetítést. Like right now. Igen, mint például most. And they do a program for Pax TV. És a Pax TV-nek is ők készítik a műsor. És a Golgota 11 gyülekezetünknek is ők készítik a felvételt. So if you'd like to join them, please leave your contact information at the info counter. Úgyhogy ha szeretnétek csatlakozni az ő csapatukhoz, akkor legyetek szívesek, az elérhetőségeteket adjátok meg az információs pultnál. And then we just need to remind you every once in a while to watch your stuff, watch your belongings. És ugye időnként újra és újra emlékeztetünk el benneteket arra, hogy vigyázzatok az értékeitekre. We're an open church, we don't we let anybody in. Jó, mi egy nyitott gyülekezet vagyunk, úgyhogy hát mindenkit beengedünk. And unfortunately, sometimes people come in with not so good intentions. És sajnos vannak olyanok, akik nem a legjobb szándékkal térnek be ide. So watch your stuff. Úgyhogy figyeljétek a dolgaitokat. Whenever I have friends visit, by the way, Phil asked if I would teach tonight. Egyéb iránt, Phil megkért engem arra, hogy tanítanék-e ma este. And really, for me, it's more of an encouragement than a teaching tonight, I think. És én úgy gondolom, hogy amit most meg szeretnék veletek osztani, az sokkal inkább egy bátorítás, mint tanítás. At least I hope it will be an encouragement by the end of the sharing. Remélem, hogy az üzenet végére ez egy bátorítássá válik számodra. Whenever I have friends visit this church for the first time, normally after the service they normally say the same thing. Amikor látogatóim vannak máshonnan, és elhozom őket első alkalommal a gyülekezetbe, akkor általában ugyanaz a reakciójuk, ugyanazt mondják nekem az alkalom után. They say, wow, Mark, what a young church it is. Azt mondják nekem, hogy hű, Mark, micsoda, milyen fiatal gyülekezet ez. They say, you must feel quite old. És akkor azt mondják nekem, hogy te itt nagyon öregnek érezheted magad. Igen, tényleg. And I say, yeah, it is a young church. We are a young church. És mondom nekik, igen, ez valóban egy fiatal gyülekezet, és mi egy fiatal gyülekezet vagyunk, illetve ti egy fiatal gyülekezet vagytok. Because they talk about coming here and they see the bright shining faces. Mert ugye bejönnek ide, és akkor látják ezeket a ragyogó arcokat. A lot of energy. Sok energiával teli embereken. And we often think of young people as having the world at their feet. És ugye gyakran úgy gondolunk a fiatalokra, mint akiknek a lábuk előtt hever az egész világ. In other words, very few problems. Más szóval, úgy gondolunk rájuk, mint akiknek nem igazán vannak problémáik. But this last couple of months, I have to tell you, I've been very impressed by the fact of how many young people, you guys, are struggling with things.
De el kell, hogy mondjam nektek, hogy az elmúlt pár hónapban nagyon meglepett engem az a tény, hogy hány fiatal milyen problémákkal küzd. And what I call these are what I would call the quiet struggles. És ezeket én úgy nevezném, hogy ezek ilyen kis csendes küzdelmek. You may not tell a whole bunch of people, but you're struggling. Nem, valószínűleg nem beszéltek a küzdelmeitekről sok embernek. And honestly, it's a surprise to me. És igazából ez tényleg egy meglepetés volt számomra. Not that young people have problems. Nem is az, hogy a fiataloknak is vannak problémái. But just the extent of these problems. Hanem a problémáknak a mértéke, a nagysága. And I'll just give you some examples. These are real examples. I'm not making it up. These are real people. Én most szeretnék néhány példát említeni, és ezek valós emberekről szólnak, tehát ezeket nem én találtam ki. For example, a young man who's having a great trouble with sleeping. Például beszéltem egy olyan fiatal emberrel, akinek komoly alvászavara van. Because of anxious thoughts running through his brain while he's trying to go to sleep. És azért van, mert amikor próbál elaludni, akkor egy csomó ilyen őt stresszelő, vagy ilyen szorongást okozó gondolata támad. A lady who has ongoing problems with her back. She's been to the doctor many times, but she has ongoing problems with her back, which affects her lifestyle. Aztán van egy hölgy, akinek egy újra és újra visszatérő, illetve folyamatos egészségügyi problémája van, olyan hátfájdalma van, amivel már sokszor felkereste az orvosokat, de nem tudtak rajta segíteni, és ez igazán kihatással van az életére. A girl experiencing intense loneliness. Szóval beszéltem egy olyan lányjal, aki nagyon súlyos magányt él meg. A young man experiencing panic attacks. Szóval egy fiatal ember, ő neki pedig ilyen pánikrohamai vannak. A young man that when you look at him and you know him, you wow, this guy would never experience panic attacks. Hogyha te ránéznél arra a srácra, akkor azt gondolnád magadban, na hát ez az a fajta ember, akiről el nem tudnám képzelni, hogy pánikrohamai vannak. And by the way, I've discovered that this business of panic attacks and young guys is more common than we realize. És csak annyit megjegyeznék ezzel kapcsolatban, hogy úgy fel kellett ismernem azt, hogy a fiatal embereknek sokkal gyakrabban vannak ilyen pánikrohamai, mint ahogy mi azt gondolnánk. And I speak from experience from when I was younger having panic attacks. És én ezt saját kézből tapasztaltam, mert amikor én is fiatalabb voltam, nekem is voltak pánikrohamaim. A girl desperately wanting to be accepted by a certain social circle. Aztán beszéltem egy lányjal, aki pedig nagyon-nagyon vágyik arra, hogy egy bizonyos társaság befogadja őt. A guy losing his job and wondering where his next rent money is coming from. Vagy van olyan, aki egy fiatal ember, aki elvesztette az állását, és azon morfondírozik, hogy vajon miből fogja majd kifizetni a következő albérletét. And probably something that affects a lot of us, a girl wondering if she'll ever get married. Aztán, és ez valószínűleg többeket érint ez a kérdés, beszéltem egy olyan lányjal, aki hát azon tűnődik, hogy vajon valaha férhez fog-e menni. And it's a real burden for her. És ez egy igazi teher neki. A guy feeling like he is in the wrong job, even though he felt the Lord led him there. Aztán beszéltem egy fiatalemberrel, aki meg úgy gondolja, hogy nem a megfelelő állásban van, pedig ő úgy érezte, hogy Isten vezette őt oda. A young woman who's way too young to have a disease that affects her every single day. Aztán van egy fiatal lány, akinek meg egy olyan betegsége van, amihez ő még túlzottan fiatal, ez egy komoly betegség, ami hatással van a mindennapjaira. Broken relationships. Aztán összetört, tönkrement kapcsolatok. This is a common one. Ez egy nagyon gyakori. After the first service, a few people came up to pray for broken relationships. Az első alkalom után egy páran odajöttek hozzám, hogy imádkozzak az ilyen tönkrement kapcsolataikért. It's amazing the damage that happens when two people say, okay, that's it, we're going our own way. Ez hihetetlen, hogy mekkora kárt tesz ez az emberekben, amikor két ember azt mondja a kapcsolatukra, hogy hát akkor ennyi volt, és aztán mindegyik tovább megy a saját maga útján. And this can affect friendships as well, not just love relationships. És ez nem csak a párkapcsolatokra igaz, mert ez ugyanígy hatással van a barátságokra is. A lady dealing with a very sick mother and having to care for her, and what a burden that is. Aztán van egy hölgy, aki pedig a beteg édesanyját kell, hogy gondozza, és ez is egy nagyon nagy teher számára. A young man agonizing, it's a burden for him about a decision he has to make about his future, about different paths to take. Aztán van egy fiatal srác, aki pedig tényleg azon gyötörődik, meg vívódik magában, hogy a jövőjében mi legyen a következő lépés, merre menjen. And
to us some of these may sound, oh, not such big problems. Aztán lehet, hogy ez valakinek úgy hangzik, hogy hát ezek azért nem olyan nagyrendű problémák. But for the person involved, most of the time you can feel the weight of the struggle that they're going through. De azoknál az embereknél, akik tényleg ezekkel a problémákkal küzdenek, sokszor érezzük, hogy mekkora súllyal nehezednek ezek rájuk. I don't think I'm divulging anything when I tell you that after the first service, a young lady came to me. Tehát azt gondolom, hogy nem mondok ezzel valószínűleg semmi újat, vagy nem túlzok, tehát hogy odajött hozzám az első alkalom után egy hölgy. Asking for prayer because she's going crazy with her mind telling her weird things. Mert azt kérte, hogy imádkozzak érte, mert úgy érzi, hogy kezd belebolondulni abban, hogy hát ilyen borzalmas, képtelen gondolatai vannak állandóan. Like going back 10 times to make sure her door, that she locked her door, for example. Tehát például 10-szer vissza kell, hogy menjen, hogy ellenőrizze, hogy bezárta-e az ajtót. And she was laughing when she told me a little bit, smiling. És amikor ezt elmondta, akkor persze kicsit nevetett ezen. But she said, this is a huge burden for me. My mind is just, I don't know, and she's a beautiful young lady, totally looks fine, and yet this is her struggle. De hát persze ez neki egy valós probléma, és tényleg ez egy ilyen gyönyörű fiatal hölgy volt, és teljesen rendben néz ki, és mégis ez egy igazi küzdelem az életében. And we are Christians going through these struggles. Mi keresztényként megyünk keresztül ezeken a küzdelmeken. What is wrong with this picture? Tehát akkor mi a baj ezzel az egésszel? We preach freedom in Christ. Hiszen mi hirdetjük a Krisztusban való szabadságot. We preach we have eternal life. És ugye azt hirdetjük, azt prédikáljuk, hogy we nekünk örök életünk van. We have the joy of the Lord. És mi azt hirdetjük, hogy a miénk az Úr öröme. And we come to worship and everybody looks like they're okay, we praise the Lord. És ugye ide jövünk, dicsőítünk, akkor mindenki úgy néz ki, hogy az élete a legnagyobb rendben van, dicsérjük az Urat. But if we took the time to find out what is going on in each heart, you would find these quiet struggles. De hogyha időt fordítanánk arra, hogy tényleg kiderítsük azt, hogy kinek mi van az életében, akkor felismernénk ezt a sok csendes küzdelmet. Our master, Jesus Christ. A mi mesterünk Jézus warned us. Figyelmeztetett bennünket. John 16, he says, you're going to have trouble in the world. Azt mondta János Evangélium a 16. fejezetében, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. He told us straight up. Ezt nagyon egyenesen megmondta. You're going to have trouble in the world. Azt mondta, hogy ebben a világban nyomorúságotok lesz. Köszönjük, Uram. Nagyon jó bátorítást. You're going to have trouble, but I have overcome the world, he says. Azt mondta, hogy ebben a világban nyomorúságotok lesz, de én legyőztem a világot. In other words, we mustn't be surprised by these. Más szóval élve, nem szabad, hogy meglepődjünk mindezeken. Read 1 Peter 4:12 here on the screen. Olvassuk itt el, illetve a képernyőn is tudjátok majd követni a Péter első levelének a 4. fejezetének 12. versét. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. Szeretteim, ne lepődjetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad közöttetek, mintha valami különös dolog történne veletek. But rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. So Peter says, don't be surprised at the things you're going through, this trial. Tehát azt mondja itt Péter, hogy ne legyetek meglepődve ezeken a dolgokon, ezeken a küzdelmeken, amiken keresztül mentek. And notice, it's to test us. És ugye vegyük észre, hogy azt mondja, hogy ezek azért vannak, hogy próbára tegyenek minket. Talk more about that later. Majd erről még később szót ejtünk. And the interesting thing to me is that we get to participate in Christ's sufferings. The Bible says this many times that we are to participate in the sufferings of Christ. És az érdekes dolog itt nekem az, hogy itt kvázi ezzel mi Krisztus szenvedéseiben veszünk részt. Ezt a Biblia több helyen is elmondja, hogy nekünk Krisztus szenvedéseiben részesülnünk kell. When we became Christians, we became reborn of the Spirit of God. Ugye amikor mi keresztényé lettünk, akkor Isten szent lelke által újjászülettünk. This no longer is our natural environment on this earth. Tehát a föld, ahol élünk, ez többé már nem a természetes életközegünk. We no longer really belong here. Mi nem igazán tartozunk már ide. Our real realm is in the heavenlies. Hanem a mi igazi otthonunk, az fönt van a mennyekben. But we're living here. De mi itt élünk. So because it's not our natural environment,
We're going to face these trials. Úgyhogy mivel ez nem a természetes közegünk, ezért ezekkel a próbákkal kell majd szembenéznünk. Now most of us know that in Ephesians it says we wrestle not against flesh and blood. Ugye legtöbben ismeritek az Efézusi levélből azt a részt, ahol azt mondja, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. But against spiritual powers in the heavenlies. Hanem, ugye szellemi fejedelemségekkel vagy hatalmasságokkal. We know Satan is our enemy. És tudjuk azt, hogy a Sátán az ellenségünk. We know he's actively against us. És tudjuk azt, hogy ő tevékenyen, aktívan ellenünk van. Peter in fact describes him as a lion going around roaring, trying to find somebody to eat up. Sőt, Péter úgy írja le a Sátánt, mint egy ordító oroszlánt, aki szerte jár azért, hogy felfaljon némelyeket. But if I'm like you, I have to be reminded, I have to tell myself, you know what, Mark? You are in a war. De hogyha ti is olyanok vagytok, mint én, akkor veletek is az van, mint velem, hogy emlékeztetünk-e magunkat arra, én is azt mondom magamnak, hogy már te egy háborúban vagy. I forget sometimes I'm in a war. Mert időnként elfelejtem, hogy egy háborúban vagyok. And from the other side, it's a very active war. És a másik oldalról nagyon aktívan folyik ellenünk a háború. I can't think of a more active, aggressive picture of a lion roaring, looking for somebody to eat up. Én nem igazán tudok annál egy erőteljesebb vagy agresszívabb képet elképzelni, mint amikor egy oroszlán ugye szerte jár ordítva azért, hogy valakit felfaljon. Now, I'm not one of those Christians who believes that behind every little negative thing in my life there's a demon. Én nem tartozom azon keresztények közé, akik azt gondolják, hogy az életük minden egyes negatív dolga mögött egy démon húzódik meg. I wake up one morning with a cold. Hogyha felkelek egyik reggel, és azt látom, hogy meg vagyok fázva. Oh, that demon. Oh, az a démon. But I do believe we're in an active war. De azt viszont hiszem, hogy mi tényleg egy folyamatosan egy háborúban vagyunk. And in 2 Corinthians 10 we read more about it. És a 2 Korintus 10-ben erről többet is olvasunk. Verse 3. A harmadik versben. Up on the screen. Fönt van a képernyőn is. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. So we know that we're not to fight the war like the world does. Tehát tudjuk azt, hogy nekünk nem úgy kell ezt a harcot folytatni vagy vívni, ahogy ezt a világ teszi. Which sometimes we do. Mert időnként így tesszük pedig. We try and use human logic. Időnként ugye emberi logikát használunk. We try and sometimes use positive thinking to work ourselves up into a good feeling. Vagy pozitív gondolkodást használunk azért, hogy így valami jó hangulatban spanoljuk fel magunkat. But the Bible tells us that we have weapons that are divine. De a Biblia azt mondja nekünk, hogy nekünk isteni fegyvereink vannak. Which in itself is a whole big subject. Ami önmagában véve is egy kellően nagy téma. Going on with verse 5 here. Az ötös versben folytassuk. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és foggyulejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. The last part of that verse. We take captive every thought. Ugye azt mondja itt ennek az igeversnek a vége felé, hogy foggyulejtünk minden gondolatot. That's a very active, aggressive action. To take captive something or someone. Az, hogy valakit vagy valamit foggyulejtünk, az egy nagyon agresszív cselekvés. Because you can picture in war, if somebody's pursuing somebody to take them captive, that person is running as fast as they can. Mert ugye el tudjuk képzelni, hogy amikor egy fizikai háborúban vagyunk, és egy személy foglyul akar ejteni egy másikat, akkor az a másik személy persze fut és menekül az életét mentve. And this needs to be part of the struggle, is that we actively take captive our thinking. És ez a harcnak vagy a küzdelemnek egy szerves részévé kell, hogy váljon, hogy mi ezeket a gondolatokat foglyul ejtjük. I believe strongly that the mind can be an incredible battleground. Én személyesen meg vagyok győződve arról, hogy az elme az egy igazi csatatér tud lenni. This is why over and over again the Bible it says renew your mind.
Ezért van az, hogy a Biblia újra és újra elmondja azt, hogy újítsuk meg and a mi értelmünket. És amire mi hajlamosak vagyunk, az az, hogy megújítjuk a viselkedésünket. We start with the behavior modification instead of starting with the mind modification. És mi a magaviseletünknek a megváltoztatásával kezdjük, ahelyett, hogy az értelmünket változtatnánk meg. I know that sometimes in the middle of a struggle, my mind can drive me crazy with my thinking. Én tudom azt, hogy időnként a kellős közepén egy ilyen intenzív küzdelemnek az elmém az egyszerűen az agyamra megy. And you know, Satan is called. Yeah. It was just a little weird picture I used. Okay, örülök neki, hogy valamit vicces. Okay. Jó, tovább. What was I going to say? Igen. Satan has a description in the Bible. A sátánról van egy leírás a Bibliában. As the father of all lies. És a Biblia úgy beszél róla, hogy ő minden hazugság atya. That's a pretty big title to carry. Ez egy elég rangos cím, amit ő visel. The father of all lies. Hogy ő minden hazugság atya. So he comes at you with lies and deceit and he attacks the brain, the mind. És ugye ő a hazugságaival jön ellened, és az értelmedet támadja meg. And this is why the Bible so strongly says take captive your thinking and make it obedient to Christ. És ezért van az, hogy a Biblia ennyire erősen utasít bennünket arra, hogy elcsünk fogjon minden gondolatot azért, hogy azok engedelmeskedjenek Krisztusnak. Take that thought and line it up with what God says about you. Fogjunk minden gondolatot, tegyük amellé, amit Isten mond rólunk. If it doesn't fit, throw it out. És hogyha a kettő nem egyezik, akkor dobjuk ki ezt a gondolatot. I think sometimes Satan can even get us to believe the lie that you're not supposed to be having a struggle as a Christian. Én azt gondolom, hogy a sátán időnként még azzal a hazugsággal is támad bennünket, hogy hát neked nem kéne ezen a küzdelmen keresztül menned keresztényként. There's something wrong with me. És hogy hú, hát akkor valami baj van velem. The Lord's left me. Az Úr elhagyott. Or my faith must be weak. Vagy pedig gyenge a hitem. But you know, our faith is tested. De tudjátok, az van, hogy a hitünk az próbára tétetik. The Bible talks about faith being tested over and over again. A Biblia arról beszél, hogy a mi hitünk az újra és újra próbára tétetik. The testing of your faith, the testing of my faith is 100% part of the Christian walk. Az, hogy a te hitet próbára tétetik, meg az enyém is, a 100%-ban része a mi keresztény életünknek. If you want a Christian walk that means anything, your faith is going to be tested. Hogyha te olyan keresztény életet akarsz élni, aminek értelme van és jelentősége van, akkor a hitedet próbára fogja tenni Isten. Read James 1:2 here. Olvasok itt el a Jakab levelének a első fejezete második versét. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Okay, notice verse 3 there. Hát itt figyeljük meg a harmadik verset. You know that the testing of your faith produces perseverance. Tehát ugye tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. This is how we like to read the verse. Tehát szeretjük így olvasni ezt az igeverset. Because you know that the testing of your faith means that your faith gets bigger and bigger and bigger and grows. Tudván, hogy a ti hitetek próbája majd azt eredményezi, hogy a te hited egyre nagyobb lesz. Some of you are taking exams this week in university, or this month, whenever. Igen, vannak olyanok, akik ebben a hónapban vagy akár ezen a héten is már ugye vizsgaidőszakban vannak és vizsgáznak. And when you take the exam, you don't get the information during the exam. És amikor valaki vizsgázik, akkor a vizsgához szükséges információt azt nem a vizsgán szerzi. At least that's not the plan. Legalábbis nem ez volt a terve, hogy ott szerezzen. If you do get the information during the exam, szerintem kis baj. Igen, hogyha ezt a vizsgán szerzed, ezt az információt, ez kis baj, igen. You get all the information before the exam, before the test. Ugye minden információt már a vizsga előtt, vagy a dolgozat előtt szerzed. And then the exam tests that knowledge that you have. És utána ez a vizsga már csak teszteli a tudásodat. Many people think that trials grow your faith. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a próbatételek azok növelik az ember hitét. But verse 3 tells us something else grows, not faith. De a hármas vers az azt mondja nekünk, hogy valami más növekszik, és nem a hit. Read it. It says, you know that the testing of your faith produces perseverance. That's what grows in the testing of faith, perseverance.
Tehát ugye azt mondja, hogy tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, tehát itt az álhatatosság az az, amit ez eredményez, és az az, ami növekszik. And verse 4 tells us why it's important to persevere, for perseverance to grow. És a negyedik versből azt is megtudjuk, hogy miért fontos, hogy ez álhatatosságot eredményezzem. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Az álhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. I want to be mature. Én érett akarok lenni. I want to be complete. És teljes. I want to be not lacking in anything. És azt akarom, hogy fogyatkozás nélkül legyen. Then the Lord says, your faith is going to be tested so that perseverance can do its thing. Úgyhogy ilyenkor az Úr azt mondja, hogy jó, akkor a hitedet próbára teszem azért, hogy az álhatatosság elvégezze a munkáját. Faith simply shows you, I mean the test simply shows your faith, what is there. A hitnek a próbája az csupán arra mutat rá, hogy mi az, ami ott van. And so you're going through this trial. Úgyhogy te keresztülmész a próbán. You recognize, okay, my faith is being tested. És akkor felismered, hú, okay, akkor itt most próbára tétetik az én hitem. And Lord, I want perseverance to have its finished work in my life. És akkor azt mondod, hogy Uram, én azt akarom, hogy az álhatatosság bevégezze az ő munkáját. Then go through the valley. Akkor menj keresztül a völgyön. Go through the valley. Menj keresztül a völgyön. Don't try and make the shortcut around the valley. És ne próbáld meg kikerülni vagy levágni az utat a You'll miss out on many potentially beautiful things. Mert akkor el fogsz mulasztani sok potenciálisan nagyon szép dolgot. Many people talk about the mountaintop experience spiritually. Sok ember olyan vágyakozva beszél az ilyen hegyen töltött élményről. Which is great to have. It's great to have a mountaintop experience once in a while. Ugye lelki értelemben, tehát ez nagyszerű dolog, hogyha az embernek időről időre van egy ilyen hegycsúcson töltött élménye. But you can't live there. De te nem élhetsz ott. When I was young, amikor még fiatal voltam, I climbed the second highest mountain in America. Akkor Észak-Amerikának a második legmagasabb hegycsúcsát másztam meg. Called Mount Whitney. Whitney-nek hívják ezt a hegycsúcsot. In California, and a good friend of mine was a very good mountain climber, and he invited me. Ez Kaliforniában van, és volt egy nagyon jó barátom, aki nagyon jó hegymászó, és ő hívott meg, hogy menjek vele. And I thought, okay, I was about what 28, so, and I thought, yeah, this is a good challenge. És akkor arra gondoltam, hát jó voltam, vagy 28 éves kb., hogy jó, tényleg ez nagyon jó kihívás lesz nekem. And after the first 2 or 3 hours, I was ready to die. És a első 2-3 óra elteltével úgy éreztem, hogy ott fogok meghalni. I had a huge backpack on my back. Volt egy hatalmas hátizsák a hátamon. With everything I owned in my whole life. És benne volt minden addigi tulajdonom, amire szertettem, vagy legalábbis hát úgy éreztem. The first night we slept at 12,000 feet. Az első éjszaka 4000 méter magasan aludtunk. And it was absolutely beautiful, clear. The moon came over the Granite Mountains. És gyönyörű volt egyébként, mert nagyon tiszta volt az égbolt, és ahogy így feljött a hold, ugye a gránit sziklák fölött, az nagyon szép But volt. I couldn't sleep. De nem tudtam elaludni. Even though I had climbed all day, exerted a lot of energy. Pedig, hát mennyi energiát kiadtam magamból, egész nap másztam. And my friend had warned me that I may not be able to sleep because of the high altitude. És egyébként a barátom figyelmeztetett is, hogy lehet, hogy nem fogok bírni aludni a nagy tengerszint feletti magasság miatt. And all I could think was, okay, go to sleep because tomorrow you need your energy. And the more I said that to myself, the more I couldn't sleep. És akkor csak azt tudtam mondani magamnak, hogy le kell aludni, mert holnap szükség lesz erre sok energiára, és minél inkább ezt így mondtam magamnak, annál inkább nem tudtam aludni. But the next morning we got up, and I was feeling okay, and we made our way to the top. De a következő reggel ugye felkeltünk, én egész jól éreztem magamat, úgyhogy aztán a csúcsig másztunk. But I remember very clearly the last couple of hours getting to the top. De nagyon tisztán emlékszem, mind a mai napig arra az utolsó pár órára, amíg a csúcshoz értünk. Because now we're very close to 14,000 feet or whatever it was. Mert akkor már egy olyan 4500 méter fölött voltunk. And the air is thin. És nagyon ritka a levegő. And you know, you've got a huge backpack and you need air. Ott van rajtad az a hatalmas hátizsák, hogy ott volt rajtam, tehát nyilván nagyon szükségem volt a levegőre. So I told myself, okay, Mark, you can do 10 steps.
Úgyhogy azt mondtam magamnak, jó, Mark, akkor egyszerre 10 lépést meg tudsz tenni. So I did 10 steps. And then I said, okay, you can do another 10 steps. Aztán mondtam magamnak, jó, akkor jött a következő 10 lépés. A little, you know, psychological game with myself. Egy ilyen kis pszichológiai játékot játszottam magammal. And eventually I got to the top that way. 10 steps, 10 steps, 10 steps. És végül így sikerült felmásznom a csúcsra ilyen 10 lépésenként. Got to the top and just collapsed. Felértünk a csúcsra, én ott így kb. Elterültem. Beautiful view. Egy gyönyörű volt a látvány. Of all the peaks around you. Na, de ott több csúcs is körülöttünk. But you couldn't really see details way below. Just, you know, you saw the overview picture. De ott igazából inkább csak a nagy képet látta az ember, úgy nagyon kis részleteket alatta nem nagyon. But it wasn't the place to live. De ez nem egy olyan hely volt, ahol azért az ember élni akarna. It was not a place to live. Tehát ez nem alkalmas arra, so as much as we like the mountaintop experience, it's just not a place to have regular daily life. Tehát akármennyire is tetszenek nekünk a hegycsúcsok, azok nem arra valók, hogy az ember a hétköznapi életét ott élje. But now in a valley, a beautiful valley. Na de a völgyben, egy gyönyörű völgyben. You can walk through a beautiful valley and come across stuff that you never see anywhere else. Átmehetsz úgy egy gyönyörű völgyön, hogy olyan szépséges dolgokat látsz, ahol máshol, amit máshol nem látsz. Beautiful flowers and plants that cannot grow anywhere else except in the valley. Ugye vannak ott gyönyörű virágok meg növények, amik semmi máshol nem képesek megélni, csak ott a völgyben. And I think many times the Lord allows us to go through the valley because of the incredible enriching experience that happens in our souls through those valleys. És úgy gondolom, hogy sokszor az Úr azért engedi meg nekünk, hogy a völgyön menjünk keresztül, mert hihetetlen mértékben gazdagítja a lelkünket az az élmény. That maybe will be a wonderful sustainment to us later in other circumstances. És elképzelhető, hogy majd ez fog segíteni nekünk a fennmaradásban, a későbbiekben. Because we must remember the Psalm 23 says we walk through the valley of the shadow of death, not through death itself. We walk through the shadow. It's not the real thing. És ugye ne felejtsük el, hogy a 23. Zsoltárban azt mondja a Zsoltár író, hogy mi a halál árnyékának a völgyén megyünk keresztül, tehát nem magának a halálnak a völgyén, hanem csak az árnyékának a völgyén. And as we go through these valleys, through this valley, és amint keresztül megyünk ezen a völgyön, can you trust God? Bízol-e Istenben? Can you trust the character of God? Tudsz-e Isten jellemében bízni? You're a Christian. Te keresztény vagy. And you've put your life into his hands. Te az életedet az ő kezébe tetted. Do you trust God with that life? És bízol-e Istenben az életedet illetően? When he says over and over in the scriptures, more than 360 times, do not fear, do not fear. Do you say, okay, Lord, I believe I don't have to fear? Tehát ugye a Szentírásban több mint 360-szor mondja azt az igen, hogy ne félj. Akkor azt tudod mondani, hogy jó Uram, igen, tényleg nem kell félnem. Is it really possible to do the command that says, be anxious for nothing? Lehetséges-e megvalósítani azt a parancsolatot, hogy semmifelől ne aggódjatok? Or was that like a little sort of a trick that God put in the Bible? Vagy ezt Isten kicsit úgy meg akar bennünket tréfálni ezzel. Like, ha, let's see if they can do this one. Hogy ha, na most megnézem, hogy erre képesen. Be anxious for nothing. Azt mondja, hogy semmifelől ne aggódjatok. Is that possible? Lehetséges ez? Yeah. Have you ever driven with somebody in a car who you don't trust how they drive? Volt-e már olyan, hogy utasként ültél valaki mellett, akinek a vezetési képességeiben nem annyira bíznál? You're sitting in the passenger seat. Ülsz az anyós ülésen. And you keep putting on the brake that's not there. És akkor próbálsz folyton rálépni arra a fékre, ami egyébként nincs ott előtted. Because you're not quite sure they're seeing the same thing that you're seeing. Mert nem vagy benne biztos, hogy ő is ugyanazt látja az úton, amit te. And you're like keeping your eyes open, like you're watching, making sure they're doing the right thing, because you don't fully trust how they're driving. És ugye nagyon nyitva tartod a szemedet azért, hogy biztos is, hogy tényleg a megfelelő dolgokat csinálja, mert nem annyira bízol abban, hogy ő hogy vezet. That's how we sometimes are with God. Néha mi is ilyenek vagyunk Istennel. God, I'm gonna keep my one eye open on you. Azt mondjuk neki, Uram, az egyik szememet rajtad tartom. I know you're the driver of my life. Tudom, hogy te vagy az én életem sofőrje. But I'm just not sure how you're driving. De so I gotta make sure, okay? Annyira azért nem tudom, hogy vezetsz, úgyhogy azért biztos akarok menni. God's a good driver. De Isten jó sofőr. He got his driver's license in a good place. Ő nagyon jó helyen szerezte a jogosítványát. And the question for myself as
Now an old Christian, older Christian is, can I really trust God? Do I trust his character? És a kérdés, amit most felteszek magamnak, most már én egy ilyen öreg kereszténynek számítok, hogy valóban bízom-e Istenben. As we go through these struggles, God says that he's going to give us his grace. Ahogy megyünk keresztül ezeken a küzdelmeken, Isten azt ígéri nekünk, hogy ő adja nekünk az ő kegyelmét. We are known as the Grace Church. Golgotha is known as the Grace Church. A Golgotát azt úgy ismerik, hogy ez a kegyelem gyülekezete. Some people think we give out too much grace. Vannak, akik úgy gondolják, hogy túl sok kegyelmet gyakorlunk. Sorry, I said that wrong. Some people say we preach too much grace, igen, not give out. God gives out grace, not us. Igen, tehát nem biadunk. Well, I suppose we give out grace. Nem biadunk kegyelmet, hanem okay. Túl sok kegyelmet prédikálunk. Igen, ez egy másik témában megyek itt benne. Isten az, aki ugye kegyelmet ad. But we take the Bible literally, when it says that the throne room of God is all grace. De mi szó szerint veszük azt a Bibliából, amikor a Szentírás azt mondja, hogy Istennek a trónterme az kegyelemmel van telve. God invites us. He says, "Come boldly to the throne room of grace." És Isten behív bennünket oda, és azt mondja, hogy járuljunk bátran a kegyelem királyi trónszékéhez. And throne, a throne represents authority. A trón az valamilyen tekintélyre vagy hatalomra utal. And God's authority is full of grace. És Istennek a tekintélye vagy hatalma az telve van kegyelemmel. And he says, come boldly there. És azt mondja, hogy bátran jöjjünk oda. The grace will simply never run out. He simply will never run out. Hogy az ő kegyelme az soha nem fog elfogyni. And in 1 Peter 5, verse 6 is the main encouragement that I wanted to give you for this evening. A legfőbb bátorítást, amit ma este szeretnék nektek adni, az a Péter első levelének 5. fejezetének a 6. verse. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Verse 8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him. Bocsánat. 8. vers. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. And verse 10. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. 10. vers. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fogja teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni. To him be the power forever and ever. Amen. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Verse 10. And the God of all grace. Ugye azt mondja a 10. versben, minden kegyelemnek Istene. After you have suffered a little while. Miután rövid ideig szenvedtetek. I think that's very interesting. After you have suffered a little while, not right this minute. Tehát ez nagyon érdekesnek látom, hogy azt mondja, hogy miután egy rövid ideig szenvedtetek, tehát nem rögtön, nem egyből. And actually I love that. Nekem ez nagyon tetszik. It's been a huge encouragement to me over the years that after I've suffered a little while, after God has done in me what he wants to work in me, then he will restore me. Ez nekem nagy bátorítást jelentett az évek során, hogy miután egy rövid ideig szenvedtem, miután Isten munkálkodott bennem, ő fog engem helyreállítani és teljesíteni. Allowing perseverance to have its work. És megengedi, hogy az álhatatosság elvégezze a munkáját. So that I can be mature. Azért, hogy éretté váljak. Complete. Teljessé váljak. Not lacking in anything. És minden fogyatkozás nélkül legyek. After I've suffered for a while. Miután egy rövid ideig szenvedtem. So the question I ask myself, is God's grace enough? A kérdés, amit felteszek magamnak, az az, hogy elég-e Isten kegyelme? Is God's grace really enough? Valóban elég-e Isten kegyelme? When you're in the middle of that struggle and you feel like nobody's listening, that nobody's around,
As a believer in the one who gives out the grace, do you believe his grace is enough? Hogy amikor benne vagy a szenvedés kellős közepén vagy, és nincsen senki, aki meghallgatna téged, vagy nincs más hívő, aki ott lenne melletted, akkor hiszed-e, hogy mindebben az egészben Isten, aki a kegyelmet adja, hogy az ő kegyelme elég? We sing it all the time. Mert erről éneklünk folyton. Your grace is enough. Your grace is enough. A te kegyelmed elég. A te kegyelmed. And then when we're in the middle of the struggle at 2 o'clock in the morning, it's not enough. És amikor meg benne vagyunk a szenvedésbe, hajnali kettőkor, akkor meg azt gondoljuk, hogy hát nem elég. It's just a question I ask. Ez csak egy kérdés, amit feltettem. To ask yourself. És azért tettem föl, hogy magadnak is feltedd. Because at some point we have to tell ourselves we have chosen to believe in God and we've chosen to believe in his almighty power in our lives. Mert egy bizonyos ponton azt kell mondanunk magunknak, hogy már pedig mi úgy döntöttünk, hogy hiszünk Istenben, és mi hiszünk az ő mindenható erejében. And we need to act on it. És akkor ennek megfelelően kell cselekednünk. Okay, God, I don't understand right now, but yes, thank you for what you're working in my life right now through this trial. És akkor azt mondhatjuk Istennek, hogy Uram, nem értem, hogy ez most miért történt velem, hogy miért kell ezen keresztül mennem, de köszönöm neked azt, amit kimunkálsz bennem ezen a küzdelmen keresztül, ezen a próbán keresztül. I've heard that some people feel that here, specifically at Golgotha, that we've got great worship, we've got great teaching, but sometimes we're lacking in really truly bearing one another's burdens. Én hallottam, hogy egyesek úgy gondolják, vagy úgy vélekednek a Golgotáról, hogy itt nagyszerű a dicsőítés, meg nagyszerű a tanítás, de hiányosságok vannak nálunk annak a terén, hogy egymásnak a terhét hordozzuk. And I think that's a fair question to ask ourselves. És azt gondolom, hogy jogosan tesszük fel magunknak ezt a kérdést. Do we really actively try and bear one another's burdens? Hogy mi valóban tevőlegesen megpróbáljuk-e másoknak a terhét hordozni? Or are we so concerned with our own struggle that we're kind of blinded to those around us? Vagy annyira belefeledkezünk a saját küzdelmünkbe, hogy abszolút nem tekintünk a körülöttünk levőkre. And then if you've heard of that little analogy of like 10 people getting these long, long, long spoons and they have to feed themselves. Nem tudom, hogy ismeritek ennek ezt a kis hasonlatot vagy képet, hogy ott van körülbelül 10 ember, és nagyon hosszú kanalaik vannak, amivel hát elvileg magukat kellene, hogy etessék. And there's 2 groups. És két csoport van. And the one group is trying to feed themselves and they can't get the spoon into their mouth. És az egyik csoport, az olyan, akik próbálnak minden áron próbálják magukat etetni, de hát túl hosszú a kanál, és nem bírják. And they're getting very frustrated and angry. És akkor már teljesen frusztráltak, meg dühösek. And the other group has figured out, oh, we can feed each other. A másik csoport meg közben rájött, hogy ja, hát mi etethetjük egymást. And maybe that's in the middle of our struggles, our quiet struggles individually, that collectively we can be bearing one another's burdens. És lehet, hogy pont az ilyen kis egyéni küzdelmeinknek, csendes küzdelmeinknek a kellős közepén van az, hogy viszont közösségileg tudjuk egymás terheit hordozni. I think there's an amazing release of the Spirit of God and his power when we do operate that way of bearing one another's burdens. Én azt gondolom, hogy amikor ilyen módon működünk, és ilyen módon hordozunk egymás terhét, akkor Isten hihetetlen módon kiárasztja az ő szent szellemét. But then it needs at least 2 things. De ehhez legalább 2 dolog kell. It needs you to be open to sharing your burden. Az egyik az, hogy neked magadnak is késznek kell, vagy nyitottnak kell lenned arra, hogy megoszd a terhedet. And the second one may be a little bit more difficult. A második dolog az lehet, hogy még nehezebb. You being open to listening and bearing somebody else's burden. Hogy nyitottnak kell lenned arra, hogy meghallgasd a másik embert és hordozd az ő terhét. And maybe in that sense we can be passing around and sharing the grace of God. És talán ebben az értelemben tényleg tovább tudjuk adni, meg tudjuk osztani Isten kegyelmét. So I know that there are people who feel isolated in this church, that they come, they feel nobody really talks to them, and honestly, I don't know exactly what the answer is. Tehát tudom azt, hogy vannak emberek, akik eljönnek a gyülekezetbe, és nagyon elszigeteltnek érzik itt magukat, úgy érzik, hogy ide jönnek, de hogy igazából senki nem áll szóba velük, és megmondom őszintén, hogy nem igazán tudom, hogy mi a igazi válasz erre. But maybe it's a step for you to take a little bit of a courageous step to say, okay, I'm going to share with somebody.
De lehet, hogy ez a te részedről azt kívánja, hogy egy bátor lépést tegyél, és azt mond, hogy én megosztok majd akkor valakivel. És megosztom ugye a problémámat, és azt kérem, hogy imádkozzanak értem. And not just kind of like, oh, if you think about, no, say this is really a problem for me, this is a burden for me, and I would really appreciate you praying. És nem csak azt mondani, hogy jaj, hát, hogyha eszedbe jutok, akkor nem, hanem az, hogy azt mondod neki, hogy nem, ez egy valódi teher, ez egy igazi probléma az életemben, és kérlek, hogy imádkozzatok ezen. After the first service, two women, well, young women came up, and they were talking about how they try and bear one another's burdens, but right now neither of them feel they can bear their burdens together. They needed help. They said, we need help together. De két fiatal hölgy odajött hozzám az első alkalom után, és elmondták nekem, hogy hát ők igazán igyekeznek azon, hogy egymás terheit hordozzák, de most úgy érzik, hogy ez nem nagyon megy nekik, és hogy igazából nekik is segítségre van szükségük, és arra, hogy valaki velük együtt hordozza a terheket. So let's try what James 1 said earlier. Úgyhogy próbáljuk ki azt, amit a Jakab 1-ben már olvastunk korábban. To consider it joy. When we go through these trials. Hogy örömnek tartsuk azt, amikor ezeken a próbákon keresztül megyünk. Because we know that it's for the eternal good, not the temporary. Mert tudjuk azt, hogy ez az örökkévaló jót szolgálja az életünkben, nem az idéglenest. And it's a good thing. It's a good thing when my faith is tested. És ez egy jó dolog. Jó dolog az, amikor az én hitem, az megpróbáltatik. God is working in things in me that are going to produce wonderful fruit later. Mert Isten olyan dolgokon munkálkodik az életemben, amik majd csodálatos gyümölcsöt fognak a későbbiekben teremni. Let's pray. Imádkozzunk. Though we do believe that you are a God of grace. Uram, mi hisszük azt, hogy te a kegyelem Istene vagy. We don't always fully experience it or feel it. Mi nem mindig tapasztaljuk ezt meg teljes mértékben, vagy érezzük ezt. But Lord, we choose to believe that you are a God of grace. De Uram, mi úgy döntünk, hogy elhisszük azt, hogy te a kegyelem Istene vagy. Who, when we go through the valley, Lord, that you go right there before us and next to us. Úgyhogy akkor, amikor mi keresztül megyünk a völgyön, akkor te velünk jössz, és ott vagy mellettünk. Help us, Lord, persevere. Uram, segíts nekünk, hogy állhatatosak legyünk. So that we can be mature. Azért, hogy érettekké váljunk. That we can be lacking in nothing. Azért, hogy semmi fogyatkozásunk ne legyen. That we can be complete. Azért, hogy teljessé lehessünk. Thank you, Lord, that you desire these things in our lives. Köszönöm, Uram, hogy te vágyod ezeket a dolgokat az életünkben. And for that reason you allow certain things at certain times. És Uram, ezért ebből az okból kifolyólag te megengedsz bizonyos dolgokat az életünkben bizonyos időszakokban. Which we just can't understand. Amiket mi nem értünk. You're a good driver, Lord. De Uram, te egy jó sofőr vagy. Help us relax in the plans that you have for us. És Uram, kérek segíts, hogy el tudjunk lazulni azokban a tervekben, ami in vannak számunkra. Christ's name we agree together. És Krisztus nevében mindannyian egyetértünk. Amen. Amen. És amen. If you would like prayer, we've got people up here to pray for you. Hogyha szeretnétek imádkozást kérni, akkor lesznek itt olyanok, akik imádkoznak értetek. And maybe as you leave, we've closed a bit early, if you maybe pray with somebody. És most talán miközben elmentek, én azt kérem, hogy ha úgy érzitek, akkor imádkozzatok valakivel. Pray with somebody. Imádkozzatok valakivel. Share the burden. Úgy osszátok meg a terhet. And the Lord goes with you. És az Úr veletek megy. Be blessed. Legyetek áldottak. Amen. Amen.